Sziasztok! Újra itt vagyunk a Playten, Cosplay Village is megnyitott a kapuit. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Sok érdekes program fog itt is lezajlani. Egyik segítőtársam itt éppen Szafira. Sziasztok! Közérdekű közlemény. Az Alchemista Labornál, ha esetleg valamelyik cosplayersnek a cosplaye megsérült volna, vagy enyhén kicsit javításra szorul, azt ott náluk meg lehet oldani, van ilyen cosplayes helpdeskük. Szóval első előadásunk, How It's Made, avagy hogyan csináljunk kiegészítőket költséghatékonyan. Előadók, Hina és Ikari. Fogadjátok őket sok szeretettel. Sziasztok! Akkor mi vagyunk Hina és Ikari Cosplay, és az előadásunk címe, ahogy már el is hangzott, How It's Made, avagy hogyan csináljunk kiegészítőket költséghatékonyan. Akkor többféle módszerről fogunk beszélni, ezt a alábbiakban majd láthatjátok is. Az első, avagy gebek műgyanta és warbla nélkül, sokan azt hiszik, hogy nem lehet másfélképpen megoldani, mi megmutatjuk, hogy ez is lehetséges. Akkor fegyverek, tartozékok, miből gazdaságos, erről is fogunk sok mindent beszélni majd. És végezetül a süthető gyurma 1000 oldala, mert akármilyen kiegészítőt lehet abból is formázni, erről is láthattok sok diát, és beszélni is fogunk róla. Akkor át is adom a szót, hogyan lehet égköveket csinálni. Sziasztok, Hinna vagyok. Arról szeretnék nektek most beszélni, hogy milyen módjai vannak a gemeknek, honnan tudjuk beszerezni őket, ha netán különleges kell, vagy nem kapunk olyat akkorát, amíg nekünk kell, akkor azt hogyan tudjuk megoldani. Első megoldás, bemegyünk a boltba, és akkor vannak ezek a nyakláncok, gyűrűk, ilyen bizsúk, ezeket szét lehet simán szedni, ha éppen olyan kell, olyan szín, olyan formájú, ami nekünk kell, akkor azt simán be lehet építeni. Akkor ugye lehet eBay-ről is rendelni, vagy ilyen kiegészítős boltba, általában rövidáru boltba lehet kapni ezeket a felvarható gemeket, azok is nagyon jók tudnak lenni. A következő, hát ez egy kicsit drágább, ez a Warbler Crystal Art, hát kicsit nagyon drágább, ezt csak azért hoztuk, hogy ebből is lehet. De gyönyörű szépen, hogyha felhevítjük, nagyon szépen meg lehet őket munkálni, olyan alakúra, amilyenre szeretnénk, és festeni is lehet. Illetve a műgyanta. Ehhez mi személy szerint nem tudunk mit hozzátenni, mert még nem dolgoztunk vele. Egyrészt nagyon összetett, másrészt nagyon drága. És akkor a mi módszerünk műgyanta hiányában a melegragasztó. Itt láthatjátok, mindegy, a folyamata, van sima háztartási gyúrma. Azt összegyúrni, kimélyíteni, amilyen alakúra nekünk éppen kell, lehet ugye sima félgömb, vagy akár hatszög alakú, ez például itt, ez abból van. Tehát amikor a gyúrmát kimélyítettük, akkor utána közben a melegragasztó, a ragasztópisztoly szépen melegszik, és hogyha felhevült kellő hőmérsékletre, akkor csak simán ki kell nyomni a kapott formát. Tehát itt láthatjátok, hogy bele van nyomva a ragasztó a gyurmába. Ha megkötött a ragasztó, akkor szépen le kell fejtegetni a gyurmát róla, maradnak rajta darabok, gyurmadarabok, azt langyos, szappanos vízzel szépen le lehet róla takarítani. És akkor utána kapunk egy, hát nem túl sima felületet, de hogyha a következő lépésre megyünk, akkor ezzel ez kiküszöbölhető. A üvegfesték. Ez nagyon szépen rátapad, gyönyörű szépen lefedi, sima felületet ad, és nagyon szépen átengedi a fényt is, hogyha esetleg ledes gem kell.
Úgyhogy igazából ez ennyi lenne. Tehát nem egy nagy ördöngösség, nem egy túl drága dolog, és arra megfelelő, amire nekünk kell. És akkor visszavenném a szót, akkor én most a fegyverekről szeretnék beszélni. Itt a képen háromféle fegyvert láthatunk. A bal oldalt van egy gépfegyver, középen egy kétkezes buzogány és jobb oldalt egy kétkezes fejsze. Ezek legtöbbje XPS-ből van, ez egy lábazati szigetelő anyag, ami olyan, mint a hungarocell, csak ha csiszolva van, akkor nem morzsolódik, és sokkal jobban lehet formázni. Akkor itt láthatunk egy másik fajta módot, a burhabot. Könnyen lehet vele dolgozni, kifújjuk egy tetszőleges felületre, és utána olyan formára csiszoljuk és faragjuk, amilyenre szeretnénk. A másik módozat, hogy alapból egy farúdra nyomjuk ki a púrhabot, így már lesz neki egy tartása, középen ugye a rúd az ugye körbe fogja a púrhabot, nehezebben törik, utána sok csiszolás, formázás után le kell festeni, le kell lakkozni, és egy tökéletesen szép fegyvert lehet belőle csinálni, és az az előnye neki, hogy nagyon könnyű. Akkor utána, amivel mi a legtöbbet szoktunk dolgozni, ugye az XPS, mint előbb is mondtam, itt ugye láthatjuk, hogy hogyan lettek a különböző fegyvereink megcsinálva. A nagy táblára először felrajzoljuk a körvonalát, a fegyvernek, amit ki akarunk faragni belőle, utána snitzerrel vagy dremel csiszolóval nekilátunk, és addig csiszoljuk, amíg a megfelelő alakot nem kapjuk. És általában mi is úgy szoktuk, hogy először durva csiszolást adunk neki, mert úgy haladósabb, és a végén a legkisebb részleteket fogjuk csak a legfinomabb csiszolóval végigmenni. Igen, ezt egy ilyen 60-as környékbeli csiszolópapírral szoktuk a durva csiszolást. És a finomat azt meg olyan 120-as körülbelül? Azt igen, hiszem... 120-assal szoktuk. Akkor az egyik Borderlands cosplay-embe, ott töltényeket is gyártottunk, és akkor itt látható, hogy miből készülnek a töltények. Ezek általában fecskendőkből csináljuk, levágjuk a két végét, így megkapjuk a henger alakot, lefessük, lelakkozzuk, hogy meglegyen a színe neki, az egyik végére ragasztunk dekorgumit, hogy teljesen sima legyen a felület, a másik részénél pedig kinyomjuk melegragasztóval, így megkapjuk a 9 mm-es történnek a fejét, vagy akár a mesterlövész puskához valót is meg tudjuk oldani. A lenti sörétes töltényt, azt meg egy vastagabb dekorgumival a végét azzal tekerjük be, hogy megkapjuk a kellő vastagságot hozzá. És által is adom a szót a süthető gyurmára. Még nem ez jön, csak be van vágva a kép, hogy merre majd vissza fogok térni a végén, de hogyha nem találunk olyan övcsatot, vagy olyan ékszert, ami nekünk kellene, például a boltban nem tudjuk megvenni, akkor erre tökéletes a süthető gyurma. És akkor itt láthatjuk, hogy a egyik cipőm hogy készült el. Ez teljesen sikerült olcsón megoldani, mert vettünk egy olcsó belebújó slip-on cipőt, hogy legyen egy alapja meg egy talpa. Utána fogtuk a dekorgumit, hajszárítóval megmelegítettük, hogy meg tudjuk formázni. Szépen a két darabot összeillesztettük, a szélénél eldolgoztuk csiszolóval, hogy ne látszanak ki az élek. Utána egy sötétebb barna akril festékkel bekoszoltuk, úgymond, hogy realisztikus hatása legyen, és utána még fekete akril festékkel meghúztok rá a különböző csíkokat, és így készen is lett a Borderlandsból Salvadornak a cipője, ami kényelmes, és körülbelül 1800 forintnál nem került többe. Itt páromnak, szintú úgy a Borderlandsból Majának a cipőjét láthatjuk, ott is kezdtük egy magaszárú cipővel, arra raktunk fehér színű dekorgumit, megmelegítettük, hogy meg tudjuk formázni, középen a cipzár résznél a textilt körbeszektük, megvartuk és belevartuk a cipzárt,
utána ez mind fel van ragasztva a cipőre, meg a dekorgumira, és csak le van festve egyszerű akrilfestékkel. És a mesterlövész fegyveremnek, hogy hogy oldottuk meg a távcsövét, próbáltunk kreatívak lenni, hogy messziről eredetinek látszódjon, meg mintha igazi távcső lenne, és így arra gondoltunk, hogy egy tabaszkós meg egy szommelzbis üveget egymáshoz fordítottunk, összeragasztottuk, lezsugorfóliáztuk, hogy stabil legyen, utána ezt lefestettük, a szélén a távcsőnek a vastag részét beborítottuk dekorgumival, és kész is lett a távcső, és sok dicséretet is kaptunk érte, hogy milyen jól sikerült megcsinálnunk. Igen, még ehhez annyit hozzáfűznék, igazán nem tudtam fotót hozni róla, de magára a mesterlövész puskára 2 darab csőbilincsel van hozzáfogatva. Tehát ráhúztam még mielőtt összetettük a két, összefordítottuk a két üveget, ráhúztam a 2 bilincset egyik másik nyakára, és a végén melegragasztóval beleragasztottuk a XPS alapba végül is. És akkor itt láthatjuk, hogy miből tudunk láncinget csinálni. Jobb oldalt látszódik, hogy a egyik legkönnyebb, meg a legolcsóbb megoldás az egy kötött pulcsi. Hogyha nincs ismerősünk, aki tud kötni, akkor veszünk egyet, de hogyha van ismerősünk, anyuka vagy mama, aki tud kötni, akkor megkérhetjük, hogy kössön nekünk télire egy láncinget, amit tudunk cosplayezéshez is használni, és miután kész a kötött pulcsi, akkor egyszerű ezüstfestékkel le kell fújni, és távolról, meg aránylag egész közelről is teljesen hihető láncinget tudunk kapni. A középső, a legköltséghatékonyabb megoldás, hogyha sok ismerősünk van, aki energiaitalt, esetleg ugye sört iszik, akkor a nyitó fülekből egyesével megvágdosgatva és összefordítva őket, akkor egy lánc szövetet kapunk, és abból is tudunk láncinget csinálni, időigényes nagyon, de teljesen kreatív megoldás. És a baloldali, amikor mi magunk csináljuk meg a láncinget, akkor vaskarikákat kell venni, minden vasboltba kapható, és akkor azokat egyesével összefordítani, soronként megcsinálni, és utána a sorokat össze kell fogatni, és úgy eredeti láncinget kapunk. Ennek az a problémája, hogy drága, mert drága a vas, meg sajnos nehéz lesz, mert egy teljes láncing azért tud olyan 15 kiló is lenni. Viszont, hogyha maradunk az eredeti verziónál a karikákból, akkor annyit lehet vele csalni, hogy csak sima drótot veszünk igazából, és azt megcsináljuk karikákra is úgy összefűzni. Ez valamivel olcsóbb, de még mindig inkább a drága kategória. És akkor a süthető gyurma. Nagyon jó dolog. Okosak voltak, hogy kitalálták. Sok mindenre lehet használni. Például ékszereket lehet belőle csinálni. Ha nem találunk a boltba például egy szarvas aggancsot, vagy nem tudom, bármilyen nyakláncot, akkor megfogjuk, kigyurmázzuk, sütőbe körülbelül olyan 120 fokon egy 5 percig sütjük, és kész van. Vagy gyűrűt is lehet, karkötőt, fülbevalót, bármit. Lehet belőle csinálni, például nagyon jó képet találtam rá, Harry Potter rajongó, ha van, varázspálcának a végét ezzel díszíteni, gyönyörű szépen lehet, de akár egy staffnak a fejrészéhez az égkövet befogatni is nagyon jó, mert levegőre is megszárad, bár sokkal hosszabb ideig tart, tehát ez egy olyan durva 48 óra hossza kell neki, mire levegőn megszárad egy szobahőmérsékleten. De nagyon szép dolgokat lehet belőle csinálni. És akkor a mikroálmányaink, tehát amire nem is tértem ki, a kitűzők. Tehát Borderlandsnak nagyon különleges kitűzői, meg övcsatjai vannak, például az a Smile is kifejezett kedvencem.
Egyszerűen ki kell nyújtani, alakra, méretre kell vágni. Lehet kezelni az alapját, igazából nem muszáj. Sima akrilfestékkel lehet festeni. Övcsattal ugyanígy van. Az övcsatot úgy csináltuk, hogy megcsináltuk a formát, rárajzoltuk a koponyát, meg a körvonalat, és akkor szépen ceruzahegyjel kivájkáltuk belőle, hogy meglegyen a dombornyomása, úgymond. És lefestettük akrilfestékkel. Az övcsatnak a hátulján van még, az van úgy megoldva, hogy rá lehessen rendesen tenni az övre, és az eredeti csatot eltakarja, hogy két darab gumi a két szélére rá van ragasztva. Tehát ezzel rá tudjuk húzni az eredeti övre, és miután bekapcsoltuk az övet, visszahúzzuk a csatra. A kitűzőket meg lehet csinálni úgy, hogy csak simán felragasztjuk a szíjakra, vagy pólóra, vagy ahova szeretnénk, illetve mielőtt kisütjük, lehet kapni rövidáruboltba, vagy ilyen kézművesboltokba, direkt ilyen kitűzőnek alapot. És azt mielőtt kisütjük, szépen belenyomkodjuk, hogy benne maradjon, és úgy kell kisütni. És utána simán lehet tűzni bárhova. És ennyi is volt az előadásunk. Szeretnénk megköszönni mindenkinek a figyelmet, és további jó szórakozást kívánunk a pléita alkalmából. Sziasztok! Sziasztok!